Végül is egy olvadó időszak volt már, tehát recsebet ropogott a birodalom, amiben tartoztunk. Viszont mint minden birodalom összeomlásánál hihetetlen sok a bizonytalanság. Egy lépést előre, kettőt hátra, vagy kettőt előre, egyet hátra. Tehát senkinek nem volt konkrét fogózkodója. Egy fogózkodó volt, hogy a magyar-osztrák határ továbbra is nem csak két nemzet közötti határa, hanem a két birodalom határa. És ami ott történik, az nem közvetlen csak a magyar kormányt és az osztrák kormányt érinti, hanem természetesen érinti Moszkvát, és természetesen érinti a nyugati világot, első helyen Amerikát. A kormány gondolt egyet, és amikor fölmerült a debreceni MDF és a soproni MDF-et bevonva az az ötlet, hogy megünneplik a lebontását az elektromos jelzőrendszernek, és egy tábortüzet csinálnak a határvonalon, osztrák oldalról az osztrákok, Magyarországról a magyarok leülnek, és szalonnát sütnek, és ott örülnek, hogy kitört a világ béke, meg ingyen lesz a sör. Na most összességében ez egy hihetetlen jó gondolat volt, amit Posgainak jött az ötlet, hogy a későbbi interjúbokból látjuk, túllátott ezen a szalonnasütésdin, és azt mondja, hogy ha ott lesz a határon egy ilyen május 1-i ünnepségi rendszer, vagy egy falusi bucsú jelleg, hogy ott szalonnasütés, meg népi tánc, meg cigányzene, meg fúvózene, meg színdarabok, akkor próbáljuk meg a Magyarországon már földgyűlem lett határsértő jelöltek, mert ugye mindenki arra várt, mikor lesz az az alkalom, ahonnan neki tud indulni a határnak, és ilyen menekültáborokba lettek elhelyezve. Mi lesz, ha az a társaság informálva lesz arról, hogy nyílik ott egy irányos átkelőhely, esetleg hát próbálják meg, ha gondolják. Ezek az emberek szépen lejöttek, és nem várták meg a 3 órás ideiglenes átkelőhely nyitást, akkor se tudtak volna kimenni, mert erre nem volt engedély, hanem lerohantak bennünket, betörték a kaput, és átözöllöttek Ausztriába. Tehát úgy szervezték meg ezt az akciót, hogy engem nem értesítettek, nem tájékoztattak. Tehát képzelj el, hogy várom a delegációt, 100 fős magyar delegációt, és jön helyette 100-150 fő NDK áll határsértő. Most próbálja az ember meg feltartóztatni 5 fővel. De a parancs úgy szólt, hogy ott azon az átkelően csak osztrák és csak magyar állampolgár lépheti át a határt. És egyébként is érebb a korábbi parancsok szerint történik az ellenőrzés. Abban különbözőkben volt, hogy az NDK állampolgárokat nyugat irányában a Reiseanlagéval, tehát a útlevél betétlenül nem lehet átléptetni, kiléptetni. Tehát két lehetőség volt. Vagy megpróbálom feltartóztatni őket, és akkor fegyverhasználatra fog sor kerülni, vagy kiengedem őket. Igaz, hogy eltörölték a sima alapesetben az egyes határsértők esetén a fegyverhasználatát, de bennmaradt a szabályzóban, ha tömeges határsértés van, és a részükről támadás veszélye fenyegeti a határőrt, lehet. Most képzelj el, és le van írva, hogy mi a támadás. Ha valaki a járőrt megüti, megrúgja, helyének elhagyására kényszeríti, lefegyverezni próbálja, vagy egyéb erőszakos cselekményt megsísérel. Ha egy tömeg nekiszalad annak az 5 szerencsétlen határőrnek, az eleve már támadás, és akkor fegyvert kell használni. Na, de egy fegyverhasználat egy tömeg ellen az azért nem gyerekjáték. Így gondoltam, saját szakámmal kiengedem őket. Hát kiengedtem. Na, ennek köszönheti a nagy hírét is, a világ hírét is, mert mint a színházban volt színpad, ahol az átkelőhely, ideiglenes átkelőhely, voltak szereplők, a határsértők, volt kulissza a kapu, amit áttörtek, és voltak ott határőrök, ugye a katonaság egyetértett a néppel jelszóval, és volt egy örömű rész, amikor sikerült és átmentek. És hála Isten, hogy így történt.